Három hónap szünet után folytatódik a a labdarúgó NB 3-ban. A keleti csoportban két megyebeli csapat szerepel, és őszi teljesítmény alapján a Nyíregyháza Spartakusz a tabella első helyéről, a Nyírbátor pedig az utolsó pozícióból várja a folytatást. A Spali tökéletes körülmények között készülhetett a tavaszi menetelésre, amelynek végén a bajnoki címet és az azzal járó feljutást szeretni ünnepelni Mátyus János együttese. A törökországi jegyzőtábor hatása minden bizonyal érződik majd a bajnoki meccseken, az legalábbis biztató, hogy a magyar kupában a vereség ellenére is egyenrangú ellenfele volt a csapat az élvonalbeli Debrecennek. Az első meccsen egyébként épp az ősi rivális tartalék csapatával mérik összetudásukat töltejék az Olágábor utcai stadionban. A keret három játékossal, Szécsi Márkal, Szalai Vilmossal és Harsányi Zoltánnal bővült, viszont Zorán is, hogy sérülése miatt egy ideig nélkülöznie kell a szakmai stábnak. A nyírbátor célja az, hogy elkerüljön a kiesés jelentő utolsó helyről. A szakmai munka irányítása véglegesen az ősszel beugróként már meccselő Ambrus kezébe került, aki a pályán is segíti majd csapatát. A bennmaradás kiharcolásáért sokat tért a télen szerzőtetett Illés Gyula, Vámos, Márk és Lakatos László, ők korábban már magasabb osztályban is bizonyítottak. A bátoriak szombaton az ötödik helyen álló 60 vendégei lesznek, de elképzelhető, hogy nem 60-ban, hanem gyöngyösön, műfüves pályán mérő összetudását a két csapat. A forduló további párosítása a következő, Cigánt, Tája, a Jászberény, Rákosmente, Tiszaújváros, Reac, Felsőtárkány, DVTK 2 Cegléd és Újpecs 2 Samosese.